Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Hamarosan új orvosi rendelőben fogadhatják a betegeket Tiszavasváriban, de más fejlesztések is megvalósulnak a következő hónapokban a városban. A részletekről később mutatjuk a teljes kínálatot. Létszámemelkedés. Sokkal több jelentkező a Nyíregyházi Egyetemen. Nehéz, de sikeres év. Fontos fejlesztések a vármegye 2. számú választókerületében. Partnerség. Tovább mélyítette kapcsolatait a kereskedelmi és iparkamara. Fejlődő tiszavasvári. Több beruházás is végéhez közelít a városban. Az előző tanévhez képest országos rekordot döntött a felvett hallgatók számának emelkedése a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény a térségben működő szakmai szervezetekkel, foglalkoztatókkal együttműködve nyújt gyakorlatorientált képzéseket. A kampusz egyik kiemelt célja a nemzetközi esítés, az angol nyelvű képzések számának növelésével több külföldi hallgatót is várnak Nyíregyházára. Rekordot döntött szeptemberben a Nyíregyházi Egyetem. A beiskolázási mutatók a felsőoktatási intézmények országos palettáján nézve is kivételes emelkedést mutattak az előző tanévhez képest. Országos rekorddal mintegy 92%-kal növekedett az első helyre a felvettek száma, és még dinamikusabban az első helyes jelentkezőink száma. Ez azt mutatja, hogy a térségben élő családok, diákok értékelik a Nyíregyházi Egyetemet, jövőt látnak a felsőoktatásban, és ez az érvényesülés, karrierépítésnek egy nagyon fontos lépcsője, de azzal, hogy mi nem budapesti vagy győri egyetem vagyunk, sokkal nagyobb a felelősségünk. A halmozottan hátrányos helyzetű térségből idekülő diákok számára mi tanítjuk meg az értelmiségi lét alapvető kellékeit. Legyen ez a kulturális élet, a sport, életmód, tehát ez a nagykorúvá válásnak egy olyan kapuja a Nyíregyházi Egyetem, ami csak akkor tud működni, ha itt nem olyan kollégák ülnek, állnak, oktatnak, akik leadják az anyagot és elszaladnak a következő órájukra, hanem valódi partnerként, mentorként kezelik a diákokat, és a nagyon heterogén háttérrel bekerülő diákokat kézen fogva bevezetik a saját szakma, a választott szakma elsajátításába, és szerencsés esetben elnavigálják a diplomáik, sőt, ugye a diplomás pályakövető rendszeren keresztül ma már van egy monitoring rendszerünk, tehát látjuk, hogy milyen a munkaerőpiaci helytállása a hallgatóinknak. A térség munkáltatóival, kamarákkal rendszeresen tartunk kerekasztal megbeszéléseket, ahol reflektálunk az ő igényeikre, és meglepően pozitív ez a kiegyensúlyozott gyakorlatorientált képzési portfólió, amit a Nyíregyház Egyetem biztosít, tehát nem biztos, hogy mindenki Nobel-díjas biológus, fizikus vagy ráztanárul léptékű matek tanár lesz, de nagyon hasznos és az adott térség problémáit kezelni tudó diákok, szakemberek kerülnek ki a Nyíregyházi Egyetemről, ami egy elementáris, nagyon fontos, életmentő üzemanyag a térség számára, az ide települő hazai vagy multinacionális munkavállalók, lásd a LEGO, aki az egyik legjelentősebb foglalkoztató, de lehetne sorolni százával a cégeket, akik megkeresnek bennünket, és meg kell találni a közös nevezőt, a munkaerőpiac napi igényei és az egyetem küldetése közép és hosszú távú céljai között. Nem egyszerű. Képzési kínálat változott-e 2023-mal, illetve az év folyamán változik-e? Van egy hagyományos, erős pedagógus lába a Nyíregyházi Egyetemnek, ugye a Bessenyei György tanárképző főiskola az ország egyik legjelentősebb pedagógus képző intézménye volt, és ezt az örökséget ma is ápolja az egyetem. Tehát a diákjainknak durván a fele az a pedagógus, óvótanító, tanárképzés területén tanul, de itt ugye nagyon fontos egy módszertani megújulás, tehát teljesen más a mai világban egy matematika óra, vagy egy vizuális kultúra, mint az én koromban a rajztanár által kiadott lecke, hogy csináljál március 15-ére plakátot mondjuk.
vagy november hétre. Emellett természetesen a műszaki agrárképzések, a másik jogelőd intézmény, szintén megújultak, tehát olyan hihetetlen fejlődés van az agrárium világában, vagy a műszaki képzés világában. Itt, amit picibe látunk a Lego robotoknál, az ipari gyakorlat nagyságrendekkel felkészültebb mérnököket, műszaki szakembereket vár ma, tehát mindent visz a digitalizáció és automatizálás. Emiatt megjelent a képzési kínálatunkban egy nagyon erős informatikai képzés, ahol a kor kényszerei, ha nem akarnánk, akkor is előre kellene lépni, de mi ebbe igyekszünk zászlóvelők lenni, a kiberbiztonság, a kriptográfia, az új digitális technikáknak a elsajátítása és megismertetése szinte minden terület képviselői számára, tehát nagyon erős ez az informatikai láb, a mesterséges intelligencia, motor itt is az informatika, nagyon erős matematikai háttérrel, tehát itt nem arról van szó, hogy klikkelgetni kell egy szoftverbe, hanem egy valós problémát algoritmizálni kell, és a mesterséges intelligencia csak azt a problémát tudja megoldani, amiről az ember megtanította. Tehát egyre képzettebb, módszertani ismeretekkel felvértezett matematikusokra, alkalmazási mérnökökre van szükség ahhoz, hogy egy önvezető autó jó helyen vegye be a kanyart, és egy robot azt csinálja, ami a feladata, és ne adáshiba legyen a dologból. Emellett nagyon erős a művészeti képzésünk, tehát itt a kreativitás. Miért élünk, ha nincs zene és művészet, mondanák az intézet igazgatók, ha őket kérdezné. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy olyan esztétikai, kulturális közeg vegye körül a hallgatókat, és a közoktatás számára is olyan felkészültségű szakembereket tudjunk szállítani, akik a jövő generációnak a pallérozását megfelelő szinten biztosítani tudják. A gyakorlatorientált képzések mellett a Nyíregyházi Egyetem egyik legfontosabb célkitűzése a nemzetközi esítés. A térségbeli igények kiszolgálásán kívül a nagy kaland az elmúlt években a nemzetközi esítés. Az egyik legjelentősebb növekedési lehetőség a Nyíregyházi Egyetem számára a nemzetközi hallgatóknak a bevonása. Itt ugye Közép-Ázsia, Afrika, Ázsia nagyra értékeli az európai képzési rendszert és azt az akadémiai szabadságot, amit létezik. Számtalan az idei évben nem tudnám felsorolni azokat a kínai, afrikai csapatokat, diplomáciai testületek vagy szakember csapatok, akik megkerestek bennünket közös képzések elindítására. Ehhez az kell, hogy olyan nyelvtudással, előadókészséggel felvértezett kollégák álljanak rendelkezésre. Egy kicsit kontraproduktív, hogy az elmúlt időszakban a nyelvvizsga mint követelmény kifizetésre került a diploma rendszerből. A Nyíregyházi Egyetem nem törölt el, sok intézmény mindent eltörölt, tehát hogy nem kell emelt szintű érettségi nyelvvizsga. Mi számos területen belépő kritériumként megtartottuk legalább a középfokú angol nyelvtudást. Elképzelhetetlen, hogy egy pilóta, repülőmérnök enélkül működni tudna, ugyanígy egy nemzetközi gazdálkodási szakasz közgazdász nem tud létezni, ha nincs olyan tárgyalóképes és szakmai nyelvtudása, hogy ezzel fel legyen vértezve, de akár a sporttudomány területén nem tudnék olyan területet mondani, ahol ne lenne meghatározó 2023-ban, 2024-ben az, hogy a nemzetközi hadszíntéren az aktuális ismereteket követni képes, ahhoz a saját tudását hozzáadni képes, komoly nyelvtudással, szakmai nyelvtudással fel kell vérteznünk mind a kollégáinkat, mind a innen kikerülő hallgatókat. Ipari parkok épültek és fejlődtek 2023-ban Nyíregyházán és agglomerációjában, ez pedig hosszú távon erőteljes gazdasági fellendülést jelenthet a térségnek. Nem maradtak el a turisztikai beruházások sem a terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően. Az így megkezdett fejlesztéseket idén is folytatni szeretnék a 2. számú választókerülethez tartozó önkormányzatok.
2022-ben kirobbant az ukrán-orosz háború, amely 23-ban is éreztette hatását negatív módon, és ebben a választókerületben, a Szabolcs 2-es választókerületben, itt a Tiszavasvári járás, Ibrány járás, illetve a Nyíregyházi járás egy része, 20 település tartozik Nyíregyháza mellett a választókerülethez, nagyon nehéz év volt, az önkormányzatoknak meg kellett őrizni a működőképességüket, különösen abból a tekintetben, hogy az energiaszámlák fölmentek, magas energiaárak voltak, hál' Istennek a kormány adott energiakompenzációt, így jelenthetem, hogy minden önkormányzat működőképes maradt, és a működés mellett, hogy a közintézményeit tudta működtetni, fejlesztésekre is jutott. A legfontosabb az, hogy szinte minden önkormányzatnak, mert vannak olyan önkormányzatok, amelyek 1000 fősek, 2000 fősek, 3000 fősek, és vannak kisvárosok is ebben a választókerületben, úgy, mint Ibrány, Nyírtelek, Tiszalök, Tiszavasvári, hogy fejlesztésre is jutott lehetőség. Az egyik ilyen nagy csomag az a Top Plus program volt, amelyet a megyei önkormányzat koordinál, és itt elsősorban a kisebb városok pályáztak sikerrel, nem mondom, hogy községek nem, de alapvetően Ibrány, Tiszalök, Tiszavasvári, Nyírtelek jutott pályázati forrásokhoz, és ebből energetikai beruházás, turisztikai beruházás, sportberuházás, infrastruktúrás beruházásra is jutott, úgyhogy ez valahogy oldotta azt a nehéz esztendőt. A másik pedig, hogy ipari parkokat is sikerült átadni. Legutóbb Tiszalökön adtuk át az ipari parkot. Iparterület fejlődik Tiszavasváriban, ezt nem sokára át fogjuk adni, illetve Ibrányban már korábban átadtunk egy ipari területet, ahol a vállalkozások megtelepedhetnek. Nem is szólva arról, hogy Nyíregyházán egy nagy ipari parkfejlesztés folyik, hiszen az is a választókerületem része a Tiszavasvári út környékén és a Debreceni út környékén, ami azt jelenti, hogy várjuk a nagy befektetőket. És hát Nyíregyháza ebből a szempontból sikeres volt, mert a nagy befektetők közül a LEGO fejleszt, ez azt jelenti, hogy újabb 300 munkahelyet létesít a LEGO, egy 53 milliárdos fejlesztésben. A WSCOPE, a dél-koreaiak egy gyárat építenek, az autópálya mellett, ott a déli részén az ipari parknak a Butykai részen, ami azt jelenti, hogy 25 végétől, 26 elejétől dolgozni fog. Szeparátorfilmet gyártanak elektromos akkumulátorokba. Megtelepedett a német Boysen is Nyíregyházán, amely vállalat a BMW-nek az egyik legnagyobb beszállítója. Tudjuk jól, hogy épül a BMW gyár Debrecen mellett, és itt ilyen akkumulátortartó lemezeket, műanyagokat fognak gyártani. És hát a legújabb nagy beruházás a Samvoda, a kínai akkumulátorgyár, amely szintén megvan a terület, és elkezdődik. Na most ez azt jelenti, hogy Tiszalök, Tiszavasvári környéke, Ibrány környéke, az agglomerációs övezetben a beszállítók is meg fognak jelenni, a nagy vállalatok beszállítói, és arra számítunk, hogy ezek az ipari parkok is meg fognak telni, és egyre több munkahelyet jelentenek. Azt tudom mondani a munkahelyek vonatkozásában, hogy a megyei adatokat is megnéztem. Ugye országosan 4.758.000-en dolgoznak, a megyében 60.000-rel többen dolgoznak, mint 10 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy a választókerületben legalább 10.000-rel többen dolgoznak, és a munkanélküliség olyan a megyei munkanélküliség 2010-ben olyan 15-20% között volt, most 6-7%, sőt Nyíregyházán 4% alatt. Nyíregyháza és vonzás körzetében 4% alatt van a munkanélküliség. És hogyha azt nézem, ennek a területnek van még egy potenciálja, amellett, hogy közlekedési infrastruktúrát javítottunk, munkahely teremtési lehetőségben erősek voltunk, és fölzárkózunk az ország fejlettebb részeiért, meg bölcsödéket, óvodákat újítottunk föl és építettünk, van még egy nagy potenciál, a turisztika. A turisztika itt a Tisza ölelésében két olyan terület van, pontosabban három, amely ezt a választókerületet körbeöleli, az egyik a Nyíri mezőség, ez a Tiszalök, Tiszavasvári, Tiszadob, Tiszadada környéke, a Rétköz, ahol most vagyunk, Ávancselő, Ibrány, Tiszabercel, Passzab környéke, és a harmadik a Nyíregyháza, Nyíregyháza, Tokaj, kiemelt turisztikai övezet lett, úgyhogy már egy nagy turisztikai programot lezártunk, és most nyitunk egy másikat, a Top Plus program, az aktív turizmust, amely azt jelenti, hogy a turista az aktív van. Kerékpárral, hajóval, víziturizmus, kerékpáros turizmus, túra, gyalogtúra turizmus jelenik meg, és itt szeretnénk szintén egy nagyot előre lépni.
Azt gondolom, hogy jó adottságaink vannak, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében föl kell fedezniük a turistáknak, koncentrálni kell a turisztikai attrakciókat, össze kell kapcsolni a településeket, és hát infrastruktúrálisan is fejleszteni kell ezt a részt. Én azt gondolom, hogy nem volt eredmények nélküli a 2023-as év, a 2024-es évről meg azt gondolom, hogy kicsit jobb lesz gazdaságilag, hiszen a gazdaság elkezdett növekedni, a reálbérek elkezdtek növekedni. Úgy gondolom, hogy jelen helyzetben, amikor egy ilyen bizonytalan világ van, járványok, háború, gazdasági nehézségek, akkor véleményem szerint ártuk a sarat, tartottuk magunkat, és a működés mellett fejlesztésre is jutott pénz. A társadalmi felelősségvállalásra, a fenntartható fejlődésre ösztönzés volt a Vármegyei Iparkamara egyik kiemelt célja 2023-ban. A szervezet a stratégiai partnereinek körét is bővítette, erősítve ezzel a térség ipari és oktatási szektorának kapcsolatát. 2023-ban több mint 20 ezer ügyet kezeltek, rendezvényeiken pedig összesen 2000 résztvevőt regisztráltak. Több területen próbálta segíteni tagjait a Vármegyei Iparkamara, hiszen 2023 a vállalkozások és a gazdaság számára is kihívásokkal teli év volt. A stratégiai partnerek bővítése mellett a szervezet egész évben számos programmal segítette a cégeket. Kamaraként igyekeztünk aktív szerepvállalással támogatni a vállalkozásokat, proaktívan megközelíteni a problémákat, hisz küldetésünk, hogy a területünkön működő vállalkozásokat segítjük az üzleti sikereik elérésében. Közel 30 éve működik kamaránk, szolgáltatunk a vállalkozásoknak, s bár a célok az elmúlt 30 évben nem változtak, a hozzájuk vezető út viszont egyre bonyolultabb kihívásokkal teli. A gyorsan változó gazdasági környezetben nekünk is bővíteni kellett a tudás és eszközpalettánkat az új feladatok megoldásához. Törekedtünk minél szélesebb körben együttműködni, és megtalálni olyan stratégiai partnereket, akikkel közösen még hatékonyabban tudjuk a Vármegye vállalkozásainak érdekeit szolgálni. Szorosan együttműködtünk munkaadókkal, szakmai szervezetekkel, szakképzési centrumokkal, Nyíregyházi Egyetemmel, ezáltal próbáltuk erősíteni az ipari és az oktatási szektor kapcsolatát. Kiemelten foglalkoztunk a fenntarthatósággal és a zöld kezdeményezésekkel, ösztönöztük a vállalkozásokat arra, hogy növeljék az energiahatékonyságukat, alternatív energiaforrások felhasználására és környezetbarát üzleti gyakorlatokra próbáltuk őket ösztönözni. Ezt a célt szolgálta a nemrég megrendezett Mini Bridge kurzus, amit a budapesti kamarával közösen szerveztünk, az általuk elindított Bridge to Benefits program részeként. Ez azért is volt fontos kamaránk számára, mert szeretnénk motiválni a vállalkozások társadalmi felelősségvállalását és a fenntartható fejlődését. Az év során, tehát egy kicsit a számadatokkal is tükrözzük a munkánkat, az év során mintegy 50 rendezvényt szerveztünk, ahol közel 2000 fő vett részt. Az itt szerzett tudást, tapasztalatot a vállalkozók be tudják építeni saját tevékenységükbe, ezáltal akár versenyelőnyhöz is juthatnak, illetve ezek az alkalmak jó lehetőséget teremtenek az üzleti és az emberi kapcsolatok kialakítására, ezzel is hozzájárulva a vármegye gazdasági teljesítményéhez. Idén az ügyfélszolgálatunkon körülbelül 20 ezer ügyet kezeltünk, tájékoztatva a vállalkozásokat gazdasági intézkedésekről, új szabályozásokról és más releváns információkról. Széchenyi kártya programban több mint 200 hitelügyletet és 56 Széchenyi leasinget bonyolítottunk le, tovább erősítve ezzel a vállalkozások finanszírozási lehetőségeit. Az üzleti kapcsolatok erősítése, vállalkozások támogatása érdekében intenzíven részt vettünk a tanácsadásban, pályázatfigyelésben. A szakképzett munkaerőhiány a Vármegyében is problémát jelent. A kamara ezért számos kezdeményezést indított, többek között a szakképzés területén is. Tematikus workshopokat, előadásokat tartottunk, folyamatosan kapcsolatban álltunk foglalkoztatási, foglalkoztatásfelügyeleti és a munkavédelmi főosztállyal. Ezen kívül a szakképzés terén igen áldozatos munkát folytattak a kollégáink. Pályaorientációs munka keretében 136 eseményt szerveztünk, ahol több mint 3000 pályaválasztás előtt álló tanulót értünk el. Az országos szakmai tanulmányi versenyen 273 versenyző vett részt, és 375 duális képzőhelyet vettünk nyilvántartásba idén,
illetve 71 mesterlevelet adtunk át a sikeresen vizsgázóknak. 2023-ban több mint 70 eseményen vettünk részt, képviselve a kamarát. Ezen alkalmak során lehetőségünk nyílt arra, hogy nagyon sok hasznos és fontos információt eljuttassunk a tevékenységünk révén a tagságunk számára. Honlapunkat több mint 45 ezer felhasználó olvasta, közösségi média felületen közel 111 ezer érdeklődő volt elérhető, Facebook oldalunknak 3 ezer követője van, és több mint 17 ezer bejegyzés érte el a felhasználókat, mintegy 8 ezer bejegyzés aktivitás is történt. Ezek a számok azt mutatják, hogy nagy az érdeklődés, és a kamara szerepe egyre felértékelődik, mivel széles körben tudunk segíteni. Az iparkamara regisztrált tagjainak száma az elmúlt egy évben a statisztikák szerint enyhe csökkenést mutatott. Vármegyénkben idén 112.600 a vállalkozások száma. Ez a 2022-es évhez képest 2%-os csökkenést jelent. Szerintem ez annyira nem nagy szám, tehát elég jól alkalmazkodtak szerintem a vállalkozások ezekhez a változó gazdasági kihívásokhoz. Nálunk a megyében, Vármegyében 38.000 körülbelül az egyéni és társas vállalkozások száma, akik kamarai hozzájárulást fizetnek. Hozzájárulás fizetése az előző évekhez hasonlóan rendben megtörténik. A Vármegyei Iparkamara 2024-es tervei között az üzleti kapcsolatok erősítése, a mentorprogramok és a képzések bővítése, a zöld gazdaság fejlesztésének támogatása áll majd. Hamarosan átadják Tiszavasváriban az új orvosi rendelőt, tavasszal pedig a gyepmesteri és ebrendészeti telepet. Az önkormányzat ezzel az évek óta jelenlévő kóbor kutyák problémáját szeretné enyhíteni. 2023-ban is sok minden történt a városban, korszerűsítették például a közvilágítást és az időseket ellátó szociális intézményt. Nem állt meg az élet Tiszavasváriban, sőt, évről évre komolyabb és aktívabb fejlődéssel tud beszámolni televíziónknak a polgármester. Számos pályázatot és egyedi kormánytámogatást tudhat maga mögött a város 2023-ban is. Közel 35 projektünk fut folyamatosan, záródik le, indul el, vagy van elindítás előtt. 2023-ban csak néhány fontos dolgot mindenféleképpen ki kell emelni, nagyon sok mindenről beszélhetnénk, de ami talán az egyik legfontosabb, hogy egyedi kormányzati támogatásból, amit 2020-ban nyert el Tiszavasai, 20 év végén nyert el Tiszavasai település, elkészült az orvosi rendelőnk felújítása, megvalósult, kialakítottunk egy mentőpontot, labor épület rész alakult ki, parkolót építettünk, parkosítottunk, és 2 új orvosi rendelővel bővült az épület. Ez december végére készült el, 2023. december évvégére, és 24 év elején várható ennek az átadása. Gyakorlatilag egy teljesen akadálymentes, megújult orvosi rendelő fog rendelkezésre állni a tisztavasvári emberek számára. Liftet is építettünk az épületbe, tehát az a gond, hogy lift nélkül mozgás korlátozottak, mozgássérültek nagyon nehezen tudtak közlekedni, az már nem fog többet előfordulni, úgyhogy egy új épület áll majd rendelkezésre, és ami rendkívül fontos, hogy a mentőpont egy nagyon nagy biztonságot ad a településen élőknek, úgy a magánszemélyeknek, mint a vállalkozásoknak, hiszen ugyan közel Tiszalök és a mentőállomás, de a távolság nem is lenne nagy, azonban a vasúti átjárók azok akadályozzák a mentőnek a gyorsaságát, hogy hamar ide érjen, és ez a mentőpont ez azt fogja eredményezni, hogy itt azonnal rendelkezésre áll abban az időben az a mentő, és a cégeknek, magánszemélyeknek tud segítséget nyújtani. Ami fontos lehet, és minden település mondhatni küzd ezzel, a kóborebek kérdése. Itt Tiszavasváriban ezt úgy fogjuk és úgy próbáljuk majd orvosolni, hogy építettünk egy ebrendészeti, egy gyepmesteri telepet. Ez szintén egyedi kormányzati támogatásból a 23-as év végére készült el, és az idei év tavaszán fog működni. Természetesen nem csak ebrendészeti és gyepmesteri telepként szeretnénk használni, hanem alapítványokkal, egyesületekkel együttműködve az oda beszállításra került ebeket szeretnénk gazdásítani, és biztosítani egy szebb jövőképet ezeknek a kutyusoknak, hiszen fontos az, hogy felelős gazdákhoz kerüljenek és rendes körülmények között legyenek, de a tiszavasvári gondokat, problémákat, a kóborevek kérdését mindenféleképpen orvosolni kell.
Elindítottunk egy tanoda programot, és ezzel párhuzamosan egy biztos kezd egy gyerekházat, ami azt jelenti, hogy a város két végén, a Bűdi város részen és a Széles Keskeny út környékén elindult egy tanoda előkészítő program. Ez sikeresen lezárult most 2023 év végén, és Bűdön a felújított épületben 2024. január elején elindul a tanoda, és elindul a biztos kezdett gyerekház is, ami azt jelenti, hogy közel 30 gyermeket tudunk ott fogadni, segíteni, képezni, anyukákat, pici gyerekeket segíteni és irányítani úgymond az életnek a rögös útjain. A fejlesztések sorában el kell mondjam, hogy szintén egyedi kormányzati támogatásból vásárolt a város egy 51 személyes buszt, és ez a busz már rendelkezésre áll a tisztavasváriaknak, hogy segítse őket a kirándulásokban, különböző helyekre való eljutásban. Úgy belefogtunk egy ledes korszerűsítésbe, közel 1300 lámpatestet cseréltünk le a városban, 1300 ledes lámpatest került felszerelésre, amit végül is hitelből oldottunk meg, de gyakorlatilag a hitelnek a törlesztő részletét azt a megtakarításokból tudjuk fizetni, hiszen így a megtakarítások azt eredményezik, hogy 40%-kal nagyságrendileg kevesebb energiaköltségünk van közvilágítás vonatkozásában. Kialakítottak egy 12 hektáros 6 telkes ipari területet, ahol már kiépítették a közművet is. Be van vezetve a víz, a szennyvíz, az elektromos áram és a gáz, már csak a vállalkozásokat várják. Ezt a területet pedig bővíteni fogják a TOP Plus program keretében. A szociális ellátásban is akadt tennivalója a városnak 2023-ban. Az energiaválság miatt kellett megvalósítani egy fejlesztést. Van egy nagy intézményünk, a Kornisné központ. Itt időseket, fogyatékosokat látunk el. Nagyon sok bentlakó ember él itt, és ennek az épületnek, épületegyüttesnek a fűtése, a gázköltsége az igen komoly gondot okozott 2023-ban, és úgy döntött a képviselőtestület, hogy ennek az orvoslására egy vegyes tüzelésű fűtésrendszert kialakítunk, ami rásegít a gázos rendszerre. Két kazánház került kialakításra, a kettő vegyes tüzelésű kazánnal, és így gyakorlatilag több 10 millió forintot tudtunk megspórolni 2023-ban gázköltség vonatkozásában, és váltunk úgymond költséghatékonyabbá, meg a nehéz időkben talán biztosabban működő intézményé. A varázsszerúza óvodánknak, úgymond a gyári óvodának a felújítása, az nagyon-nagyon esedékes volt, hiszen egy 40 éves épületről beszélhettünk, aminek az ablakai szinte már majd kiestek, elkorhattak, tönkrementek, és egy belügyminisztériumos pályázatból 40 millió forintért első körben sikerült felújítást eszközölni, az épületen nyílászárók cseréje valósult meg az első körben, majd szintén egy úgymond mentett topos pályázat eredményeként 113 millió forintból 2023. augusztusára az épület szinte majd teljes egészében megújult, fűtéskorszerűsítés valósult meg, külső homlokzati hőszigetelést valósítottunk meg, eszközbeszerzések voltak, valamint a konyhának, az óvoda konyhájának a felújítása, az elszívó rendszerének a felújítása is megtörtént. Amiről még talán szót kell ejteni, az a tiszavasai Dezsefi kastélynak a sorsa. Ez a Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak a fenntartásában, vagyonkezelésében van ez az épület együttes, viszont az elmúlt időszakban nem használta már a szakképzési centrum, és hát a hosszú évek, évtizedek alatt ez az épület ez leromlott, a teteje beszakadt, és a 2023-as esztendőben sikerült megállapodni a szakképzési centrummal, hogy a tetőszerkezetnek a javítását a védekezés vonatkozásában megtegyék. 12 millió forint értékben ez a javítás megtörtént, és a következő időszakban pedig az önkormányzat keresse a lehetőséget különböző pályázatok kapcsán, hogy hogyan lehet ezt a kastélyt majd hasznosítani, hogyan lehetne rendbe tenni és megtartani a jövő nemzedékének. Ez olyan fejlesztése lehet majd a városnak, amellyel tovább növelhető a térség turisztikai vonzereje, hiszen erre is nagy hangsúlyt fektetett az önkormányzat az elmúlt években. A Sónakázó tó és környéke az nagyon-nagyon sokat fejlődött, ennek a fejlesztése rendkívül fontos volt. Szintén a strandfürdő mellett található az ifjúsági táborunk, a Gólyahír ifjúsági tábor.
ahol szintén megvalósultak fejlesztések, játszótér újult meg, a környezetet újította a Tivaszol Kft., az önkormányzat cége, valamint a 2024-es esztendőre vonatkozóan előkészítettünk egy top pluszos pályázatot, ahol ennek a tábornak a felújítása meg fog valósulni, homlozati szigetelés, nyilászárócsere, födémszigetelés, és hát fűtés kiépítése is megvalósul, hogy majd a téli időszakban is használható legyen ez a tábor. A lendület pedig nem áll meg, nem ez lesz az egyetlen fejlesztés 2024-ben a top plusz pályázatoknak köszönhetően. Az egyik és a leglátványosabb az élhető településközpont kialakítása top pluszos pályázatunk lett, ami azt jelenti, hogy egy 420 millió forintnyi támogatásból Tiszavasvári városközpontjának központi parkja teljesen megújulna, ezen kívül 6 helyszínen történnének még felújítások, térburkolók, köztéri padok, okospadok, hulladéktárolók kerülnének kihelyezésre, napelemes kandellábereket helyezünk ki a városban, gyakorlatilag a közterületeinknek a nagy része a városközponti területen megújulna, kialakításra kerülne a találkozások háza melletti részen egy nyilvános WC, valamint a találkozások házának a belső felújítása is megvalósulna. Itt a beázásokat szüntetnénk meg, és kialakításra kerülne egy ilyen kulturális feladatokat ellátó kis kávézó, ahol az emeleti részen egy művészeti galéria is kialakításra kerülne. Mint mondtam, ez egy közel félmilliárdos beruházás. Én azt gondolom, hogy ez tiszavasvári tekintetében óriási előre lépés és változás lenne. Ezen túlmenően tervezzük a gyári lakótelepnek szintén a top pluszos pályázat keretein belül a gyári lakótelep útjainak és járdainak a felújítását. Itt az idejében a közbeszerzés szintén kiírásra fog kerülni, és az ott élőknek, több száz családnak komfortosabbá fogjuk tudni tenni az életét. Kedves nézők, eddig tartott már 35 perc, legközelebb új műsorra a jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!